A Ramzan Kadirov csecsen elnök magánhadseregeként számon tartott Akhmad Osztag parancsnoka, Abdi Aludinov már is szerződött az orosz védelmi minisztériummal. Szergej Sojgu védelmi miniszter szombaton elrendelte, hogy június végéig minden önkéntes különépmény az orosz elők mellett Ukrajnában harcoló zsoldos csoport szerződjön a védelmi tárcával. Szakértők szerint a lépés Sojgu és a Wagner vezér Jevgenyi Prigozsin közötti rivalizálás bizonyítéka. Az orosz védelmi miniszter át akarja venni az irányítást a Wagner zsoldosok fölött. Prigozsin felháborodottan közölte, a katonai bizonyosan bojkottálni fogják a szerződéskötést. A Wagner csoport szervesen épül be a rendszerbe, összehangolja tevékenységét a tábornokokkal, az egységparancsnokokkal, a legmélyebb tapasztalatokkal és rendkívül hatékony struktúrával rendelkezik. Sajnos a legtöbb egység nincs ezen képességek birtokában, és pontosan azért, mert Sojgu nem képes normálisan irányítani a katonai alakulatokat, nyilatkozta Prigozsin. A Wagner vezér sokadszor kerül összetűzésbe a védelmi minisztérium tisztségviselőivel, többek között Sojgu miniszterrel és Gerasimov vezérkari főnökkel. Rendszeresen hozzá nem értéssel vádolja őket, és azzal, hogy szándékosan nem szállítanak megfelelő ellátmányt a Wagnereseknek.